Szervusztok, kedves barátaim! Hát, ma is volt egy kis kereséskutatás. Mindjárt láttok is eredményeket belőle. Ilyen garázssufni kereséskutatás. A szebb darabokat azért ide is raktam. Előre mondom, hogy igazából ezek mind eladók. Tehát, ha bárkit érdekel, az nyugodtan írjon rám. Akár Facebookon, Aranykarcsi hivatalos oldalán. Mindenképpen meg fogjuk találni a kontaktot. Van itt egy nagyon szép vörös réz háti permetező. Hát ezek már elég régiek, ugye? Badacsony van ráírva. Kühne számozása 6220228-al. A vicces az, hogy nincsen leragadva. Tehát igazából szerintem egy pici kis belső takarítással egész jól használható is lehetne. Hát igaz, hogy nem divat ez már, hiszen a motoros permetezőknek éljük a korát. Aztán van itt egy szép Adler írógép. Azt gondolom, ezek is már elég ritkák. Hát ugye ez a fellelt állapotában van, de nagyon szépek a betűk rajta. Minden betű nagyon szép, tehát igazából még azt mondom, hogy alkatrésznek is, ha valaki szereti az ilyen dolgokat, felújításra teljesen megfelel. Aztán van itt egy számológép, ez a régi típusú, nem beszélve, mik jönnek elő, vadonatúj gyári csomagolásban van, 44-es, legalábbis számozás szerint, 44-es munkavédelmi bakancs. Ez vadonatúj sose volt használva, hát nem tudom hány éves lehet. Nekem egy picikét gyanús, nekem is 44-es a lábam, de egy picikét gyanús, hogy mintha nekem picinek tűnne, de látszik a talpán is, hogy ez gyönyörű szép, még sose volt használva. Ha valaki esetleg igényt tart rá, hát van. A Wecker, ugye ezt már egyszer mutattam, akkor még nem járt, de egy kis tisztítás után nagyon szépen elindult. Egy mofémes régi Wecker, lehet látni, nagyon szépen jár. Ami egybe van építve az éjszakai lámpával. Elektronikai része is jó, szépen világít, működik. Megfordítom, hogy lássátok. Márvány alja van. Szépen működik, most már minden funkcióját betölti. Ő is eladó. Ha valakit érdekel, gyűjti. Aztán van itt egy ilyen kettős köszörű. Ugye, kő az van rajta. Csiszolópapír ugyan nincsen rajta, de működik a gép, kipróbáltam. Letakarítva különösebben nincsen, de bedugtam és gyönyörű szépen működik. Aztán van itt egy láncélező, elektromos láncélező is. Ez ugye újabb dolog, de ha valakit érdekel, egész nyugodtan írjon rám. És akkor most én még folytatom a kis ketetést, kutatást. Ti meg tartsatok velünk, vagyis velem, mert hát ezt folytatjuk. Kedves barátaim, úgy látom, hogy az ilyen famozsarak azért elég sűrűen kerülnek elő. Itt is van egy famozsár. Ez a jó kis holmi, ez főned üljön. Aki szereti az ilyesmit, az is nyugodtan írjon. Aztán van itt 2,5 frankó horgászbot. Egyelőre még föllelt állapotban van, nincs megtisztítva. Egy Daiwa 360-as orsóval, mindennel felszerelve, mellette egy Gold Star, szintén orsóstól, ő egy 300-as bot, teljesen rendben vannak. Aztán van itt még egy érdekes dolog, van itt egy üvegbor, 1997-es Mátra Hill, Pinot Grigio. Ha nem jól ejtem, nevessetek, nem baj.
A lényege ez, amit most mutatok, hogy teljesen tiszta, mint a kristály, szinte, ez, ebbe szinte nem látni semmi, nincsenek benne ilyen darabos kacatok, mint amik szoktak lenni az ilyen régi borokba. Tehát én ezt, ahogy forgatom is, ebben nem úszkál semmi, gyerekek. Remélem, lehet látni. Jó, poros, de hát milyen legyen. 97-es, 1997-es. Szinte teljesen kristálytiszta. Hát nem gondolnám, hogy ez olyan sűrűn előfordul, meg hát van itt egy nagyon jó képű bicska. Egy kis noszogatás után ki tudtam nyitani, ugye a VD40 azért az csodákra képes. És úgy érzem, hogy bizony ennek a fűrész része is rendesen fogja bőrömet, tehát elég éles maradt. Hát ugye a penge része el van használódva már, de nem lehetett ez olyan rossz. Látom, hogy van benne valami fölirat, de azt így elolvasni nem tudom. Teljesen jó képű kis bicska, nem sok felújítást igényel, úgyhogy ez tetszik nekem is. És hát utoljára azért megmutatom nektek, ami nem régi ég, meg nem is úgy tanáltam a supniba. Ugye hát a kis robogóm, az még mindig eladó. Egy Linea Speedy, négy ütemű kis motor, hát csöpög az eső, csöppet megállott. Én igen, megkíméltem ezt a motort, horgászni jártam csak vele egy párszor a hegyre. Mutatom is mindjárt nektek, letörlöm. 6500 km van mindössze benne. Ennek pöcröf indulni kell. Így van. Körbe mutatom. Jó képű kis piros csajozós motorka. Leállítom. Igen, kis megbízható jószág. Ja, az mellett még ugye riasztós, természetesen. Tehát ha le akarom zárni, akkor lezárom. Így csippanik egyet, azt nyugodtan ott lehet hagyni, mert hogyha valaki hozzányúl, le akarja vinni, akkor oltárira tud sikogatni. Aztán visszajövünk hozzá, akkor megnyomjuk a másik gombot, akkor kettőt csippant, aztán akkor mi elvihetjük, ha akarjuk, de nem engedi magát ellopni. Egy igen nagy óbégatás csap olyankor, hogyha valaki hozzányúl hozzá. Úgyhogy, kedves barátaim, ez a motor is eladó. Érdeklődni egész nyugodtan, nem csak a motor, hanem látott tárgyak után. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra. Aztán találkozunk nem sokára. Sziasztok!